Mi magyarok. Válogatott muzikusok, A száztagú cigányzenekar. Amikor 1985-ben távozott közülünk a prímás király idősebb járóka Sándor, mérhetetlen szomorúság fogta el zenésztársait. Utolsó útjára több százan kísérték el az ország minden szegletéből, és persze könnyek között szólt a muzika. Ezekből a dallamokból született a száztagú cigányzenekar. A következő generáció nagyjai közül Boros Lajos, Berki László és Mészáros Tivadar úgy döntött, hogy ne csak az ilyen fájdalmas alkalmakkor húzzák együtt a legjobbak. Ezért megalakították a Budapest Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesületet. Ez rövidült zenészek ajkán egyszerűen száztagúra, és később ezt szerette meg a közönség is. Itt hozták össze a vendéglátóipari egységek legjobbjait. Az első próbákon jelen volt a világhírű zongora művész Cifra György, aki örökös tiszteletbeli elnöke lett az együttesnek. A műsoron azóta is népzenei feldolgozások szerepelnek, Bartóktól Kodáig, átiratok Liszttől, Brámsztól, Berlióztól, Bizétől, tól Montiig. A zseniális hangszerelők a részfúvósokat cimbalommal váltják ki. Királyok, hercegek, politikusok és a többi külföldi csodáló és siker ellenére Beke Nándor elnök szerint az együttes legfontosabb küldetése megfelelni a magyar közönségnek. Ha itthon sikeres a műsor, bátran mehet a nagyvilágba. A Hungarikum Bizottság a száztagú cigányzenekart 2014-ben a hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a H.M. Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.